Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az ECG tesztek. A mai videóban négy helyett, kettő tulajdonképpen, de mindenféle színkombinációkat megnézünk. Az Aspire-nek a varivoltos készülékével tulajdonképp fogunk megismerkedni. Ezek a készülékek 1100 és 1600 mAh készülékek. Megnézzük, hogy mekkorák ezek, hogy néznek ki, milyenek egy EGO patronnal, kazánnal, ráteszünk valami nagyobbat is, hogy azzal hogy mutat, mit csinál, és aztán kimondjuk a verdiktet. Lássuk! Nézzük akkor az Aspire hogyan küldi, illetve mi található a dobozban. Amit elsőre láthatunk, milyen jó, hogy négy dobozunk van, nem kell forgatnom a dobozt. Itt írja, ez egy ilyen karbon színű, illetve nem is színű, karbon anyagból készült a külső borítása. Itt a szabvány leírást találhatjuk. A másik oldalán láthatjuk a készülék típusát, ez a CFVV, és itt a VV már valamire utalnálunk, hogy ez ugye a varivolt készülék, és itt láthatjuk, hogy ez a karbonszálas és a fekete verzió, ebből még van egy karbonszálas szürke, mindjárt megnézzük őket közelebbről. A másik oldalán pedig azt látjuk, hogy 14,8 mm az átmérője, mert ugye hisz ez a kisebbik, az 1100 mAh-s, a nagyobbik, az, megnézem melyik az a doboz, igen, az 17,4 mm és az 1600 mAh-s. Én a dobozokból kivettem ezeket, hogy meg tudjam nektek mutatni. Haladjunk szépen sorjában. Ez volna a karbon fekete, és ugyanebben a méretben ez a karbon szürke. Nagy differencia nincsen az árnyalatokban, lehet látni, hogy az egyik szürke, másik valamivel sötétebb. És akkor mellé raknám, itt van ez az 1600 mAh-s fekete és szürke. Ha megnézzünk kettőt, és akkor a szürkéket most félre is teszem, valahogy nekem a feketék jobban bejöttek. Méretben ekkora a különbség a két készülék között, nem egetverő. Itt láthatjuk fönt, hogy a felső része ennek és ennek. Tehát ez ugyanaz, ennyi a különbség, ami itt a válla van a nagyobb készüléknek. Tegyük félre a kisebbet, a nagyobbat könnyű fogni, és akkor ezen meg tudom mutogatni, hogy mi micsoda. Egyébként itt a nyakán írja is, 1600 mAh 3,3 volttól 4,8 voltig tudjuk a kimenetét szabályozni. A töltöttségi szintet a gomb visszajelzi egyébként, ehhez a szokásos 5 megnyomás szükséges egyáltalán, hogy bekapcsoljuk, 1, 2, 3, 4, 5. Ezekben a színekben pompázik. Bekapcsoltuk, hagyjuk is így. Amit még láthatunk itt fönt rajta, hogy ez ugye EGO és 5-10 csatlakozással is rendelkezik. Tekerjünk rá egy egót majd kicsit később, de először nézzük meg, hogy milyen a középérintkezője. Itt láthatjuk, nem egy szabvány középérintkező, tehát egy hengeres valamit vártunk volna, de ez nem az, és hogyha itt egy picit ezt megmozgatjuk, akkor láthatjuk, hogy bizony ez is rugós középérintkezővel rendelkezik, tehát a kazánoknak a használatba vétele roppant egyszerű lesz, nem kell semmit állítgatni rajta. Amit még láthatunk, ugye itt van maga a karbon test,
és itt van lent a végén az Aspire CFVV felirat, amit a dobozon is láttunk. Itt láthatjuk, hogy milyen szép színben játszik maga a karbon alatta, ez a karbonfólia. Amit látunk alatta, végső soron, ezért vettünk ilyen készüléket, ha vettünk, ez egy ilyen elforgatható kis feszültségállító gyűrű. Láthatjuk is ott alul, ha ráfókuszál, 3,3 volttól, szépen megyünk 3,8, 4,3 és 4,8, ez a plafon. Ezen határok között tudjuk beállítani a készüléket, mindegyiket egy-egy finom kattanással jelzi, hogy most elért oda, most elért oda, most elért oda. A készülékben, ami itt engem zavar, az csak ez, hogy a kis ablakon keresztül itt látom az értéket, de hogyha tovább kattintok mondjuk egy párat, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, és nem látom, hogy milyen érték van ott. Mondjuk egyszer kell beállítanom, és utána, ha nem tetszik, akkor egy picit forgatok jobbra-balra, és látom, hogy mi az érték, de minden esetre zavaró volt. Nézzük meg akkor egy pár kazánnal, hogy néz ki ez a készülék. Először egy gyári Aspire BDC-vel. Így. Ugyanezt nézzük meg a kisebbik 1100 mAh-esen. Szerintem tökéletesen egyben van. Ehhez a készülékhez akár egy ilyen kazánt is föl tudnánk tekerni, de elég furán néz neki, hogy milyen rés van közte. Erre tekerjünk föl egy szépséggyűrűt, ami passzol méretben hozzá, és erre tekerjük rá a kis, én csak Mini Novának hívott kazánunkat, és voilà, így néz ki vele a készülék. Ezzel is nagyon egyben van, most emellé mellé teszem a másikat. Egyik sem csúnya, szerintem. Amit hiányolok viszont, az, hogy ez a töltőkábel nincs a készletben. Enélkül nem fogjuk tudni föltölteni a készülékünket. Nincs a készletben, de külön meg lehet vásárolni, megmutatnám azért, hogy kell használni. Itt a felső csatlakozója, itt a töltőcsatlakozó, ami tiszta és száraz. Ezt a csatlakozót ide beletekerjük, és ha ezzel megvagyunk, akkor más dolgunk sincsen, csak az USB csatlakozóját bedugni a számítógépbe, vagy egy olyan telefon, vagy bármilyen kis háztartási kütyűnek a fali töltőjébe, ami ilyen USB porttal rendelkezik, és azon tölteni addig, amíg a LED pirosról zöldre nem vált. Tehát ezt a töltőt hiányolom még a készletből egyébként, de így sem lehet okunk panaszra. Mutatom még egyszer. Itt van a komplett set. Középen a két szürke, szélén a két fekete karbon testtel. Ezek az Aspire változtatható feszültségű 1100 és 1600 mAh-s készülékei. Nézzük meg akkor, hogy teljesítenek élesben.
A közeli után itt van már a kézben, jelen esetben a fekete karbonszálas és a kisebbik 1100-as. Nézzük akkor, rátekerjük a porlasztónkat, bekapcsoljuk, 1, 2, 3, 4, 5, be is kapcsolt, és nézzük, azt mondja, hogy ezt fölvesszük mondjuk 3,7 volt környékére. Még egy picit följebb. 4 volt környéke. Még egy picit. Itt a jó. Ahogy látjátok, azért ez szerintem semmi kívánnivalót nem hagy maga után, teljesen szépen együtt fut a kis Helix típusú Aspire kazánnal. Most nézem, hogy ez is Aspire, persze, hogy jól néz ki rajta, a méret erre lett passzintva, semmi gond nincs vele így kinézetre. És a gőzképzéssel sem lehet gond. Egy előző videóban mutattam egy hasonló Ego aksit. Ezzel sem kell túl sokat belegondolni a történetbe. Történet, történet, történet. Nem azoknak a hardcore usereknek van ez kitalálva, akik mindenféle alacsony ellenállást, meg rengeteg millilitereket elböfögtetnek, viszont azoknak tökéletes, akik mondjuk most váltanak, nem tudják, hogy milyen készüléket kell venniük, mondjuk elszívtak napi egy doboz cigarettát, és azt a kis nagyon pici cigarettaformát, azt igen, azt felejtsétek is el, az nem menő, és szar is. És a nagy módokat sem szeretnék egyelőre. Tehát ez egy ilyen belépő szintnek tökéletes. Én mindig a fokozatosság elvét vallom. Ezt kell először szerintem kipróbálni, és ebben benne van minden, amit szeretnének. Tehát egy kis szabadságot nyújt a feszültségállítás, hiszen nem csak egyfajta porlasztót tudnak használni, nem csak adott feszültség értéken, nem egy olyan készüléket kapnak a kezükbe, ami beszűkíti a látómezejüket, így is fogalmazhatunk, hiszen rátekerhetnek 1-4, 1-5, 1-8, 2-4, szinte bármilyen kazánt, és a kis feszültségállító gyűrűvel utána tudnak állítani. És akkor olyan intenzív, olyan erős, olyan nagy gőz, amilyet szeretnének, és ki tudnak csiholni az adott kazánjukból. Mondanám, hogy kicsi a gőze, de visszaemlékezve, hogy mi gőze van, illetve mi füstje van egy cigarettának, még ennek a kis készüléknek, ezzel a kis sima integrált kazánnal, patronnal is jóval nagyobb a gőze, mint egy hagyományos cigaretta füst, illetve hát nagyobb a gőze, mint a cigarettának a füstje. Ezzel így minden rendben van. Nézzük meg a nagyobbikat. Az ugye az előbb megmutattam, de mutatom így is, tehát egy picit vaskosabb. Rátekerjük a kazánt, ez be is van kapcsolva, megnézzük, hogy az előző mennyin volt. 4-3-tól 2-t vissza. Úgy.
természetesen ugyanazt hozza. A nagyobb készüléket, most minek beszéljek még egyszer ugyanarról, nézzük meg, hogyha mondjuk én rá applikálok egy szépséggyűrűt, akkor teoretikus síkon mozogva, hogy mutat egy ilyen Boomsley GT-vel. Nem szép, de mindjárt megnézzük. Hú, de fejnehéz. Megnézzük, hogy egyáltalán meghajtja, és ha igen, akkor milyen. Hát ez inkább legyen ilyen 4,5 volt környéke a tekerésből kiindulva. Legyen 4,8. Jó, látjátok, működik vele. Azért én a demo erejéig visszatérnék a kis BDC kazánra, és akkor elmondom, hogy mik voltak az én meglátásaim. Pro és kontra. Kontra. Kezdjük úgy a kontrát, ahogy a dobozában kijött. Számomra kontra, hogyha én megveszem a készüléket, akkor nem tudok egyből, tudok vele gőzölni, bocsánat. Tudok vele gőzölni, hiszen valamennyi töltöttség csak van benne, de oda kell figyelni a rendelésnél. Kell hozzá töltőkábel, és ha nagyon akarom, akkor még kell hozzá egy fali töltő is. Tehát ez a készlet nagyon le van csupaszítva, készülék, semmi több. Úgyhogy erre rendelésnél figyelni kell. A másik negatívum az nekem a kis állító gyűrűje, amit nagyon, igaz, nagyon pontosan tudunk állítani, tehát a kis finom kattanások jelzik, hogy most kattant be a helyére, most kattant be a helyére, most kattant be a helyére, viszont adottak a szám méretek, és nem minden szám látszik, tehát hogyha én mondjuk beállítom a 3,5-öt, nem fog látszani, mert ugye egy kis pici kémlelő ablakon keresztül látszik az érték, és nem mindegyik érték van feltüntetve, csak 3-3, 3-8, 4-3, 4-8. Tehát, hogyha én a kettő közé állítom, és mondjuk úgy használom napokig, akár el is felejthetem, hogy éppen mire van állítva, ilyenkor 1-2-3, visszakattintok egy picit, 3-8, visszakattintok megint 3-at, és akkor tudom, 3-9-4. Mennyinél használom körülbelül. Tehát ez számomra azért egy picit zavaró volt. Ami viszont, és áttérhetünk a pozitívumra. Pozitívum, hogy a középérintkezője rugós. Pozitívum egyáltalán, hogy egy varivoltos készülékkel állunk szemben is, és tudjuk használni a kazánjainkat vele. És pozitívumként én felsorolnám magát a kinézetet. Tehát ezt így én nagyon egyben lévőnek gondolom, mellén zsebbe is, bárhova el tudjuk úgy rakni, kézitáskába, hogy nem zavar. És szerintem ez nem az a zavaróan nagy méret. Tehát egy dohányos, egy aktív dohányzásról most leszokó, aki egy doboz cigiket szívott, annak szerintem ez a méret kell. És el is lehet pirickázni egy napig egy ilyen, még az 1100-assal is. Mindent egybevetve, hogyha valaki ez a 3,3-től 4,8 ohmig akar játszani egy ilyen BDC kazánnal mondjuk, vagy amit mutattam a videóban, ugye többfajta ilyen kis vékony kazánkát tudunk rátekerni integráltal, akkor ez egy tökéletes választás lehet,
kiválasztja, hogy neki most ez a fekete karbon, vagy a szürke karbon tetszik. Nekem tetszik a motívum, úgyhogy egyedül csak annyi negatívumot tudok felsorolni, hogy hát nincs a készletben semmi más, amit mondjuk, hogyha nem gondol rá az ember, és hirtelen felindulásból megveszi, otthon használja, és az első merülésnél juthat esetleg eszébe, hogy úristen, hát nincsen benne töltő. Tehát erre figyeljetek oda, hogy töltőt vagy kábelt azt utólag kell hozzá venni. Egyébként engem megvett ez a kis készülék, hogyha mit tudom is, én elszaladok a boltba, vagy olyan helyre, ahol nem akarok módot cipelgetni, akkor egy ilyen készülékkel én is tökéletesen el vagyok egyébként. Úgyhogy merem mindenkinek bátran ajánlani, pláne azoknak, akik most szoknak, vagy fontolgatják a leszokást, szoknak le, illetve fontolgatják meg a leszokást természetesen. Remélem tudtam ezzel a kis videóval segíteni. Sziasztok!